A kis településeken működő kisvállalkozások kis összegű támogatásokra pályázhatnak. Ezek a juttatások a szintlépés lehetőségét jelentik a cégeknek. A célzott támogatási rendszer a Magyarországon működő mikrovállalkozások számára lesz elérhető. Jó hír a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozásoknak, hogy a támogatás, bár a Magyar Falu programmal összhangban jön létre, nem csak az 5000 lélekszám alatti településeken érhető el, hanem a szabad vállalkozási zónákban is. Ez a különbségtétel azt jelenti, hogy az ország minden 5000 lélekszám alatti településen működő mikrovállalkozás indulhat ezen a pályázaton. A szabad vállalkozási zónákban azonban nincsen itt ez a létszámkorlátozás, azaz ezeken a területeken az 5000 lélekszám feletti településeken működő mikrovállalkozások is nyújthatnak be támogatási igényt. A kormány biztos kiemelte, a gazdaság újraindításával összhangban a legjobbkor indul a program, hiszen a hét elején elértük a 2,5 millió beoltottat, így elkezdődtek a korlátozások enyhítései. Hozzátette, sok olyan kisvállalkozás van, amelyek megsínylették a járványhelyzetet. Számukra lesz most nagy segítség a támogatás, hiszen olyan vállalkozások részesülhetnek ebből, amelyek korábban nem jutottak hozzá jelentősebb Európai Uniós forrásokhoz. A legkisebb támogatási mérték az 2 millió forint, a maximális pedig 10 millió forint, tehát 2 és 10 millió forint között igényelhetnek támogatást ezek a mikrovállalkozások. És nagyon magas a támogatási intenzitás is, azaz a beruházáshoz 70% támogatást biztosít ez a pályázati lehetőség, azaz kevesebb, mint egy harmadnyi önerő szükségeltetik. Gyakorlatilag a vállalkozás működésével kapcsolatban szinte minden tevékenységre lehet támogatást igényelni, legyen az a vállalkozás székhelyként vagy telephelyeként működő ingatlan fejlesztése, legyen az egy eszközbeszerzés, egy újabb korszerű technológia bevezetése, egy informatikai fejlesztés, de akár bérköltség támogatást is igényelhet egy mikrovállalkozás a teljes beruházási összeg 50%-ának az erejéig. Gyopáros Alpár azt mondta, minimum 2-3 ezer, de akár 7 ezer nyertes pályázat is lehet majd, és mivel Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Aprófalvas megye sok szabad vállalkozási zónával, innen különösen sok pályázatra számítanak. A részleteket a pályázat.gov.hu oldalra töltik majd fel, várhatóan 1-2 héten belül.